Na sziasztok, a mai videóban életet fogunk cserélni Klemivel. Én fogom végigcsinálni Kleminek egy átlagos napi rutinját, és Klemi pedig az enyémet fogja végigcsinálni. Szóval találkozunk 24 óra múlva. Megérkeztem az új lakosztályomba. De takarítani se tud maga után. Remélem nem lesz olyan, hogy takarítanom kell, mert nem fogok takarítani. Amíg Klemi ismerkedett a szobámmal, közben én is hazaértem, pontosabban az ő szobájába. Holy Jesus! Hát akkor a következő 24 órára itt fogok lakni. Időközben eldöntöttem, hogy zapkását fogok enni banánnal és kivivel. Ezekből kell választani. Nem vágja fel a gyümölcset. Harapja, így De azt tudom, hogy a kivi szőröstől lesz. Tudom, azt én is meg akarom megenni. Klemi, amíg készítette az apkását, én gondoltam, hogy kisajátítom rendesen a szobáját, hogyha már az ő programja szerint a reggeli csak 11-kor van. Készen van a csodás reggelim. Én jobbakat szoktam enni. Összekivíztem az asztalt, szóval kezdek olyan lenni, mint a lesz. Videóvágás és minden gépi munka. Aztán milyen por van. Alex, te nem takarítasz? Kaptam Alextől egy kis utasítást. Nice, és most meghekkelem az egész gépi. Helyi lemez D. Videószerkesztés. Klemi. Jaj, itt van. Vágd össze élvezhetőre az éttermi kaják elkészítését. Várjál, mert én életemben egyszer vágtam videót. Ja, mi történik? Azt tudom, hogy kezdjek neki. Nem tudom. El fogom sírni magam. Miután Klemi rájött, hogy talán hogyan is kellene elkezdeni a vágó munkát, nálam következhetett a reggeli, azaz a full extrás rántotta. Készen is volna a full extrás tojás rántotta. Látjátok, hogy milyen csodálatos pólóban vagyok? Aki még nem tudná, a merch kapott egy kis új mintázatot, és december végéig minden rendelés mellé ráadásul kaptok egy ilyen dedikáló kártyát is. Úgyhogy egészség! Miközben én ettem a reggelimet, Klemi már haladt lassan, de biztosan a videóvágással. Azt hiszem, eljött az idő, hogy indítsak egy mosást, mert hát Klemi ezt írta fel. Előtte még gyors össze kellett fogjam a megszáradt ruhákat, hogy legyen hely a következő rendre. Itt van Klemi szennyese. Így, ahogy van, megy be a mosógépbe. Jöhet egy kupaknyi mosószer, majdnem egy kupaknyi öblítő, fél órás mosás, adunk neki egy 800-es csavarás, és elméletileg ennyi. Ha már a mosógép nem akart elindulni, megkérhetek titeket arra, hogy fejeljétek be a feliratkozást, mert még mindig körülbelül fele a nézőknek nincsen egyszerűen feliratkozva, szóval iratkozz fel! Na, így. Aztán, hogy a ruhái rendesen kimosódnak, én azért nem vállalok felelősséget. Eközben Klemi még mindig nyomta ezerrel a gépi munkát, nekem pedig, hát jöhetett a mosogatás. Lejárt a mosógép. Villám gyorsan ki is teregetném ezeket a ruhákat, és oda kell rakjak még egy mosást. És nem hiszitek el, de Klemi még mindig nyomta a videóvágást, hiszen ilyen az életem, elég sokat kell gép előtt dolgozzak. De aztán persze kész lett egy részével a videó. Jézusom, lefáradtam, aludni akarok. Kövid dologhoz le kellett fussak gyorsan ide a műhelybe, ugyanis a feladat a munka, amiről annyit tudok, hogy Klemi zseppénzért szokott segíteni ilyen-olyanban itt a fajátékok elkészítésében. Aki esetleg nem tudná, szüleimnek a panzió mellett van egy fajáték gyár is. De remélhetőleg boldogulni fogok. Ki kell cserélni a ragasztó. Yeah! Kezdjük például a fekete alapúval, mert az olyan menő néz ki. És akkor voilà, kész is volna az egyik fele. Következhet az ebéd. Életemben nem csináltam lazacot. Soha. Pedig most muszáj lesz. Klemi viszonylag elég hamar rájött a főzőlapot, hogy kell előkészíteni, aztán pedig jöhetett a megbirkózás a hallal és a rizssel. Fúj, de büdös. Jézusom, azt hogy kell használni. Igen, kezdődik. Ó, hát jó, profi vagyok. Pár olajfolt után valahogy csak össze sikerült hozni az ebédet. Orsi elmondása szerint Alex valami testépítő, kigyúrt állat ember fajzatot szokott nézni elés közben. De jó. Most én megyek edzeni, és hát gyalogolhatok, mert Kleminek még nincs jogosítványom. Miután oda sétáltam a terembe, gyors be is melegítettem, és Klemi a programjában nem írt semmi konkrét feladatot, csak úgy amúgy lábedzés, szóval kitaláltam magamnak egy csajos lábedzést. Kezdtem a lábtolóval, majd a fenéktolóval, vagy nem tudom mi ennek a neve. Jöhetett a kézis húzós felhúzás, csípőnyomás, lábfeszítő, lábhajlító, na meg egy kis vázlás.
indultam el, hogy egy lájtos, csajos edzés lesz ebből, de eléggé megkilleltem a lábaimat. Szóval Alex, 2-kor minden egyéb munka, mint például szobatakarítás, videófelvétel, számlák intézése, e-mail, de ma takarítás nap van, szóval ki kell takarítsam a szobáját, amihez nincsen semmi kedvem. Hát pedig muszáj volt megcsinálnia. Holó, új merch! Nagyon jó. Port is kéne törni? Jézusom! Hogyan ilyen mocsok? Remélem nem lesz olyan, hogy takarítanom kell, mert nem fogok takarítani. Olyan éhes vagyok, mindjárt összees. Elég kemény, hogy délután 4-kor kell ebédeljek, és Klemi szerint, hogy ha van leves itthon, akkor leves, ha nincs, akkor rendelnem kell valamit. Úgy döntöttem, hogy emellé még rendeltem is valamit, mert ehhez egyszerűen egy lábedzés után nem elég, főleg, hogy csak reggeliztem ezen kívül. A levest úgy belapátoltam, mintha semmiség lett volna, de utána megjött a rendelésem is. Oh my Jesus, ez milyen jól néz ki. Elindultunk edzeni, de nem alszok el, mert Alex nem szokott aludni, úgyhogy nem alszunk. Hát képzeljétek el, én is szoktam aludni, csak nem napközben. Na de miután a lányok bemelegítettek, Klemi el is kezdte az én átlagos felsőtest edzésemet, ahol én neki pontosan átküldtem, hogy milyen feladatokat melyik sorrendben kell majd megcsináljam. Kezdte a mellnyomással, jöhetett az evezés, következik a döntött pados fekvenyomás, egy kis lehúzás, ezt követően az oldalemelés, és akkor végül a triceps, majd a biceps. Fáj a csuklom, vagy mi ez, ez a... Ez kész van, a giga mega edzés. A kövi feladat a zuhanyzás lenne, utána meg a sminkelés, meg az egyéb készülődés. Fogok találkozni elméletileg Klemi barátnőjével, úgyhogy most gyorsan lezuhanyzok, és utána... Hát... Most se tudom, hol kezdjem, mert nekem ez olyan, mintha kínai lenne az egész. Basszus, mi olyan, mintha kula lenne, te jói? Most, hogy csodásan hazaértünk, meg kell csináljam a protein shake-et. Hogy igyak shake-et, hogyha fel se érem ezt? Aztán Klemi csak odarakott egy széket. Nem kell atomfizikus lenni ehhez a taszkhoz. Egy kis protein. Wow, ez nagyon jó. Ettől lesz akkor a hátam mindenek. Sziasztok, titeket kereslek. Sziasztok. Befogadtok engem a baráti társaságotokba ma estén. Csak kezeljetek úgy, mint Klemit, jó? Oksok. Aztán annyi volt a program, hogy bementünk a csarnokba egy kis kézilabda meccset nézni. Ott csak elvoltunk, beszélgettünk és lazultunk. Egyelőre hogy tetszik? Nagyon. Nagyon jó állat, a mi sportunk. Aztán az én programom szerint Kleminél eljött a vacsora készítés, ami jelenleg azt jelentette, hogy meg kellett birkozon az édes burgonyával, majd a csirkeszárnyakkal. De itt megtanulok főzni legalább. Sikerült megfűszerezni, és oda is volt téve sülni. Amúgy én büszke vagyok magamra. Timelapse-ezünk megint, vagy mi? Az egész videó timelapse-ből fog állni. Itt nem tudom, mi történt, de még timelapse se készült arra, hogy megeszik a kaját. Egyszerűen nem volt felvétel. Most következne elméletileg a házi feladati írás. Nem értem, hogy miért teszik le mi ilyen későre a házi feladatot. A 3 AB-t kell megcsinálni, és a 7 ABC-t. Aj, miért nem valami földrajz vagy történelem, amit még szerettem is legalábbis, valamennyire jó is voltam abban. Na de elég a kifogásokból. Valahogy csak elkezdtem darálni a feladatokat. Na hát emberek, én megoldottam, 100% vagyok benne, hogy nem teljesen jó, úgyhogy ne tessék megkövetni. Az utolsó feladatokra sajnos nincs idő, úgyhogy én így oldottam meg ezeket. Kit érdekel ez a szó? Viccet félretéve, ti legyetek jó gyerekek és írjátok meg a házitokat. Alex azt írta, hogy szabad foglalkozás, szóval azt csinálok, amit akarok. Ez a füles óriási rám amúgy. Klemi szabadidőnek a gémelést választotta, amiből aztán elég hamar kirégyel. Csak nyugi, csak... Ne. De Orsival úgy döntöttünk, hogy elmegyünk, egyet sörözünk. Muszáj egy picit innál, érted? Ne, nem bírom mindenkinek. Elviszem randizni Orsit. Egy ücsire. Aztán, ami Kleméjék üdítőzgettek szépen, nálam is a program vacsora volt, pontosabban családi vacsora, ahol apum nagyon finom specialitását ettük a sajtos karajt szalma krumplival, meg minden fincsasággal. Nagyon, de nagyon finom volt minden, talán részemről a programnak ez volt az egyik legjobb része. Most következne elméletileg a szabad idő, gémelés, videónézés, tiktokozás, vagy amihez kedv van. Hána pedig megyünk randizni, emberek, el sem hiszem. Na akkor a szabad időmet egy kis cségóval és zenehallgatással töltöttem. Aztán pedig a kedvenc TikTok-keremet néztem.
Jó étvágyat! Na de közben eljött az este 11 óra, ami azt jelenti, hogy... Méghozzá, Orsi, meg kell masszírozzalak. Reggel óta erre vár. Nem merem fogadni, hogy Alex nem szokott. Még a tegnap is megmasszírozta a lábam. Van. Profi vagyok, mint Alex. Van. Nem! Meg vagyok elégedve. Good night. Reggel találkozunk. Na ismét elindult, amit 11 óra fejbe, ugyanis előtt 12-kor végez, és amint tudjátok, jelenleg Helőd és Klemi össze vannak jöve, szóval én leszek előtt csaja, úgymond. És a többihez nem fűznék semmit. Szia, cica. Van gazdád? Van, igen. Mi az, hogy van? Hát nem... Tehát én kéne ezt kérdezzem, hülye. Gyere, kérlek, fáradj ide. Nagyon szépen köszönöm. Üjj be, légy szépen. Nagyon kedves. Rakéta üzem. Rakéta üzem. Mondd az a csó. Gyere, fog meg. Szépen vezess! Te ne szóljál belé, meg Lem is a szól belé, hogy vezetek. Hallod, én ott kéne aludjak veled azon? Szia, na, baby. Menj, mit jössz közel? Félig vagyok, bocsánat. Na, akartam mondani, hogy reggel találkozunk, én most itt alszok ennek a vadbaromnak az aurájába. Kívánjatok sok szerencsét, amíg elalszok a... Jó éjszakát, gyermekeim! Pontosan egy éjszakával később. És amint látjátok, igen, együtt aludtunk Előddel. Sikeresen túléltem az éjszakát, úgyhogy mostantól eltelt a 24 óra, szóval a challenge teljesítve. Megyek is Klemérve, és megkérdem, hogy milyen volt az egész. Na, milyen volt? Milyen volt én lenni? Párasztó. Jobban szeretem az én életem. Nagyon szépen köszönjük, hogy megnéztétek ezt a videót, ha tetszett, akkor így befejelni. A feliratkozás. Minden. Te is fejedd be, ember! Minden lovak jön.